A két parlamenti elnök elégedetten nyugtázta, hogy Vajdaság és Baden-Württemberg jó kapcsolatokat épített ki. Elmondta elnök úr, hogy Baden-Württemberg tartomány, illetve Németország egyértelműen támogatja Szerbia európai integrációs törekvéseit, és én kihangsúlyoztam, hogy ebben a folyamatban Vajdaságnak véleményem szerint kulcs szerep jut, hiszen akár kapcsolatrendszerünket figyelembe véve az európai régiókkal csak segíthetünk Szerbia euróintegrációs törekvésének felgyorsításában. Kihangsúlyoztuk azt is, hogy szeretnénk elmélyíteni a nemzeti, tehát az állami parlamentek és regionális parlamentek közti együttműködést, különös tekintettel a Duna stratégia végrehajtása tekintetében. Egeresi Sándor őszre vajdasági látogatásra hívta meg Baden-Württemberg tartomány elnökét és miniszterelnökét. A vajdasági politikusok a Duna stratégiáról szóló Esélyek és perspektívák című konferencián is részt vettek, és több tisztségviselővel cseréltek véleményt. Ezeken a beszélgetéseken azon túlmenően megpróbáltuk az együttműködésnek a konkrét lehetőségeit tovább gondolni. Elsősorban az infrastruktúra fejlesztés vonatkozásában, a vasút közút vonatkozásában, a Ferenc csatorna tisztítása vonatkozásában, a szennyvízkérdések kezelése tekintetében többek között arról is szó volt, hogy hogyan tudunk közösen együttműködni annak érdekében, hogy a körülbelül egy év múlva esedékessé váló előcsatlakozási alapokhoz a vajdaság könnyebben hozzá tudja férni oly módon, hogy ebből a Baden-Württembergi partnernek, cégeknek is előnyük támadjon, vagy előnyük származzon.